Először is köszönjük a vezetőségnek, hogy ezt az edzőtábort biztosította. Amiatt volt fontos, hogy edzőmeccseket nagyon nehéz jól megszerni. Tavaly sem sikerült, igazából 2-3 edzőmeccsel vágtunk neki a bajnokságnak. Most úgy gondoltuk, hogy azért több kell. Sajnos a Podravka hazai meccsünket lemondta, úgyhogy még itthon nem játszottunk. Ami a célja az edzőtábornak, az volt, hogy NB1-B-s csapatok ellen, különböző stílusú csapatok ellen lemérjük, hogy hol tartunk. Elsősorban amit szerettem volna, hogy a taktikai munkát úgy bevezetni, kigyakorolni, ami fontos lesz a bajnokság folyamán, és ez a különböző stílusú csapatok ellen alkalmas volt. Az biztos, hogy sokat dolgoztunk, tehát a 7 nap alatt ugye lejátszottunk 5 meccset, volt egy közös edzés az Algyővel, amiben a támadás és a védekezés fázisai gyakoroltuk, kicsit kétkapuztunk is, emellett 5 edzésünk volt, 4 videófoglalkozás, úgyhogy mindenki el tudja képzelni, hogy a feszes napi rend mellett ez micsoda leterhelést jelentett a lányoknak. Nagyon örülök neki, hogy igazából sérülés nélkül megúsztuk, és ami fontos, hogy emellett, hogy a taktikát gyakoroltuk, fontos volt, hogy milyen formát tud egy-egy játékos hozni. Hisz a formába hozásnak az időszakát éljük, még ugye ez a hét is a második felkészülési időszakhoz tartozik, amiben fontos az, hogy milyen támadás előkészítéseket tudunk végrehajtani, hogyan tudjuk a gólhelyzeteket megteremteni. Ebben azért sok hibát tapasztaltam, nagyon sok a beállóval való játékban, nagyon sok eladott labdánk volt, amiből kontragólokat kaptunk. A gólhelyzeteket, ha kidolgoztuk, abban úgy érzem, hogy sok 100%-os gólhelyzet maradt ki, ami egy kicsit figyelmeztető arra, hogy ezekbe javulnunk kell ebben a 2 hétben. És ami nagyon fontos, hogy a koncentrációnk az fennmaradjon, és képesek legyünk fejlődni, javulni abban a értelemben, hogy a tétmeccseken ugye az eredmény is már azért számít, tehát nem mindegy, hogy hogyan rajtolunk, ráadásul azzal a Mohácssal, akivel 2-szer megmérkőztünk a felkészülési időszakban, azzal fogjuk kezdeni a bajnoki rajtot. Én bízom a lányokban, egyenlőre 15-en vagyunk, én remélem, hogy még azért tudunk bővülni egy picit, elnézve a többi csapatot, akik nagyon komoly keretekkel jöttek, és erre a hosszú bajnokságra rátekintve, hogy 28 meccs vár ránk, azért azt gondolom, hogy ezen dolgozik a vezetőség is mindannyian, úgyhogy reménykedem, hogy jó versenyhelyzetet teremtünk. Várjuk a szurkolóinkat, akik tudnak segíteni hazai pályán, és hát én reménykedem, hogy a lányok jól dolgozzák fel a téthelyzetet, és jól tudunk rajtolni.